Miközben a közéleti diskurzus arról szól elsősorban, hogy le lehet-e egyáltalán győzni a Fideszt, időnként arról is szó esik, hogy mi történjék, hogyha ez mégis sikerülne. A DK alelnöke, közgazdász Bauer Tamás a vendégem. Jó reggelt kívánok! Miképpen állítható helyre a szétvert, úgymond szétvert jogállam, önt idézem, ugye, alkotmányosság vagy alaptörvényesség című cikkéből, az Élet és Irodalomból. Hadd kezdjem azzal, hogy azoknak, akiknek bajuk van az alaptörvénnyel, kiinduló alap és közös pont az, hogy kell módosítani az alaptörvényen, és az is közös talán, hogy kell ebben egyetértés a mindenkori ellenzékkel, a jövőben esetleg potenciálisan ellenzéki jobboldallal. Az egyet nem értés az abban van, hogy a szimbolikus dolgokkal mit kezdjünk, kontra az államszervezet és az intézményes keretek módosításával. És ebben ön markánsan azt az álláspontot képviseli, hogy a szimbólumok nem csak szimbólumok. Segítsen ezt megérteni a nézőknek. Így van. Itt van, azt kell mondanom, ugye ennek a cikknek az apropója a Szalai Kör nyilatkozata ebben a kérdésben. És a Szalai Kör is megismétli azt a korábban mások által is megfogalmazott elképzelést, hogy az alaptörvény módosítása legyen a módszer, ahogy helyreállítjuk a jogállamot. Én pedig azt gondolom, remélem nem csak egyedül, hogy az alaptörvény nem módosítható. Hiszen az alaptörvénynek a lényege az, hogy lényeg a jogfosztás. Alkotmányról akkor beszélünk, ugye az iskolában tanultunk valaha alkotmányos monarchiáról, meg abszolút monarchiáról. Az alkotmányos monarchián azt értettük az iskolában, amikor az uralkodó hatalma korlátozott. Szemben az abszolút monarchiával, amikor korlátlan. Tehát az alkotmányosság nem egyszerűen jogállamot jelent, hanem azt jelenti, hogy a hatalom gyakorlóit korlátozza az alkotmány. És az Alkotmánybíróság jó esetben. Na most, ha megnézzük ezt az alaptörvényt, egyrészt a szövegét, másrészt az elmúlt, ugye 2012. januárban hatályban az elmúlt másfél év gyakorlatát, akkor azt látjuk, hogy az alaptörvény nem korlátozza a hatalom első számú gyakorlóját, mert a hatalom első számú gyakorlója, hogyha bármiféle korlát fölmerül, akkor azt mondja, hogy módosítsuk magát az alaptörvényt. Amikor az emlékezetes, az Alkotmánybíróságnak volt egy nagyon fontos döntése, ha jól emlékszem, a bírók nyugdíjazásáról, a bíró és a rendszerről, és amikor kihirdették a döntést, azt mondta Orbán Viktor, a rendszer nem változik. A rendszer marad, ez volt szó szerint a kifejezése. Igen, tehát igaz. Bármit döntsön bárki, az történik, amit ő akar. Ezt mi hívjuk abszolút államnak. Ezt hívjuk nem alkotmányos, hanem abszolút államnak. És ha figyeljük, hallgatjuk rendszeresen, hogy mit mond Orbán Viktor, például amikor azt mondja, hogy munka alapú gazdaság, például azt mondja, hogy föl kell lépni a nemzetközi szekularizáció és családellenesség tendenciái ellen, és igenis a hit, a vallás szerepét vissza kell állítani, ezt állandóan mondja, akkor azt látjuk, hogy ha elolvassuk ezt az alaptörvényt, és annak a nevezetes preambulumát, ebben pont ezek az Orbáni gondolatok jelennek meg. Ennek azért van jelentőség, amit most mondott, mert Európa szerte, sőt az Egyesült Államokban is konzervatív pártoknak szíve joga ilyen véleményt megfogalmazni, ezeket a nézeteket terjeszteni, és ezeknek a gondolatoknak, ennek a filozófiának híveket szerezni. Ugyanakkor az intézményes struktúrának a maximális tiszteletben tartása az mindenkitől egy minimum követelmény. Igen, sőt ahhoz is joguk van a konzervatívoknak, hogy amikor ők szereznek többséget a választásokon, akkor maguk álláspontját a törvényalkotásban érvényesítsék. Csak ahhoz nincs joguk egy olyan társadalomban, ahol vannak konzervatívok is, meg vannak nem konzervatívok is, vannak liberálisok is, vannak baloldaliak is, ott az alkotmány azt tükrözi, amiben a különböző gondolkodású emberek, a különböző politikai álláspontok
ami bennük a közös. Ugyanakkor, ahogyan ön is fogalmaz a cikkében, igazi csapdahelyzetben vagyunk, hiszen a jelenlegi kormánynak nem csak egy véletlen tevékenysége volt, vagy csak egy melléktevékenysége az alkotmányozás, hanem az egész filozófiájának, hitvallásának az egyik legfontosabb pontja módosításokkal együtt, mind a négyjel, vagy lehet, hogy lesz ötödik. Tehát, hogyha valóban lenne más kormány, akkor mi a teendő, hogyan lehet ezt a hitet, a jobb oldal megtörése, és az ő hitüknek az elvétele nélkül konszenzus képesen megadni. Tőlük nem szabad elvenni az ő hitüket. Tiszteletben kell tartani. Mondjuk, hogyha a mai magyar jobboldal a keresztény egyházak álláspontját képviseli mondjuk a családpolitikában, akár az abortussal, akár a házassággal, a családdal kapcsolatban, joguk van hozzá. Még azt sem vitatom, hogyha ők a maguk törvényalkotásában ezt érvényesítik. Amiről a vita folyik, hogy joguk van-e az ország alaptörvényében, alkotmányában a magyar társadalom konzervatív részének álláspontját mindenki számára kötelezően beleírni az alkotmányban. Ez az, ami nincs rendjén. Ön szerint mi a teendő? Kukába dobni az egészet és visszahozni az előzőt, vagy egy harmadikat írni? Távlatilag egy harmadikat kell írni. A kérdés, ebben, ha úgy tetszik, minden demokrata egyetért ma Magyarországon, hogy egy új alkotmányra lesz szükség. De azt is tudjuk, hogy az sokáig tart. Márpedig amennyiben a demokratikus oldala a magyar politikának megnyerni a választásokat, akkor ahhoz, hogy ez a demokratikus oldala maga módján tudjon kormányozni, törvényeket alkotni, ehhez ezt a jelenlegi alaptörvény keretei között nem lehetséges, és én azt gondolom, hogy van nekünk egy lehetőségünk. Mégpedig? A köztársasági alkotmány, az Orbánék által kihajított köztársasági alkotmány, az egy konszenzusos alkotmány volt. Az 89-ben konszenzussal született. Akkor az volt, tiszteltük is mostanáig, de most már az ország fele azt gondolja, hogy ez egy, hogy szokták mondani, bolsevik alkotmány volt, teljesen méltatlanul, ahogyan mondja. Az az alkotmány, ugye Sólyom László szokta mondani, hogy az az alkotmány egy jogállami alkotmány volt, persze, semmi köze a bolsevikokhoz. Persze, hogy az semmi volt, de ma már sokan ezt mondják. Sztálini alkotmányhoz nincsen, hogy ezt az ország több fele gondolja-e, hogy az egy sztálini alkotmány volt, nem hiszem. Nem hiszi. Mert az ország egészen számára volt 20 éven keresztül hivatkozási alap. Hát az volt. Ebben az országban 20 éven keresztül mindenki, beleértve Orbán Viktort is, ha a fönnálló kormánnyal szemben akart érvelni, akkor arra a köztársasági alkotmányra hivatkozott. Tehát ez egy Magyarország 20 évének az egyik legnagyobb vívmánya volt az alkotmányosság tudata. Az alkotmánybírósághoz való fordulás lehetősége, hogy bárki az alkotmánybírósághoz fordulhatott, ezt is megszüntette az Orbán kormány, az Orbán féle parlamenti többség. Tehát ahhoz az alkotmányhoz, a köztársasági alkotmányhoz bármikor vissza lehet térni. Uh-huh. Ott van. Kerek egész, még a módosításai is, amelyek ez alatt a 20 év alatt történtek, ezek is konszenzusos módosítások voltak, hiszen konszenzus nélkül nem lehetett, illetve az korábbi kétharmad, a szocialista szabaddemokrata kétharmad konszenzus nélkül nem akarta módosítani ezt az alkotmányt. Tehát egy konszenzusos alkotmány szöveg ott van a fiókban, elő lehet onnan venni, hatályba lehet újra léptetni, ha erre megvan a kétharmad a választások után, és akkor közösen, és ebben hangsúlyozom, az akkori ellenzékkel közösen, akár van annak egy harmada, akár nincs, az akkori ellenzékkel közösen kell megnézni, hogy melyek azok a pontok, ahol módosítani kell. A közvéleménykutatási adatok ezt ugye most nem támasztják alá, amire szeretnék rákérdezni, de potenciálisan, hipotetikusan lehetőség. Vannak, akik cinikusan arra próbálják a kormány figyelmét felhívni, hogy mindaz, amit most létrehoztak, az, ha óriási többséggel más győzne, ugyanúgy ellenük fordítható lenne, és a többség zsarnoksága az ő kisebbségüket nyomhatná el valamikor a jövőben. Mennyire tart attól, hogy a demokratikus értékekhez való visszatérés helyett ez nem tudom hány éven belül, de megvalósulhatna. Jó ez én a rendszer, mindig az aktuális attól hatalomnak. Én nem tartok, hogy a demokratikus oldal győzelme esetén újra a többség gyakorol a zsarnokságot. A demokratikus oldal nem
egy személyi hatalommal készül. Tehát nem tart tőle, hogy ez jól jöhet, mint ami történt. A demokratikus oldalon sokan vannak. A demokratikus oldalnak van egy hagyománya. Volt már kétharmada a demokratikus oldalnak. Igen. És akkor ezt rendkívül önkorlátozó módon élt ezzel. Volt egy-két félrelépése, de egészében az alatt a négy év alatt rendkívüli önkorlátozás, és különösen az alkotmányt illetően önkorlátozás gyakorolt a demokratikus oldal. És mondom, az is, hogy a demokratikus oldal sok összetevőből áll, ennek a választások szempontjából vannak hátrányai, de a választások után lesznek nagy előnyei, hogy ha úgy tetszik, egymást is korlátozni tudják a demokratikus oldal különböző csoportjai, különböző politikai erői, különböző pártjai. Én egy nagyon széles koalícióban bízom a demokratikus oldal győzelme esetén, és ez a széles koalíció biztos, hogy nem fog többségi zsarnokságot gyakorolni, hanem tekintettel lesz arra, hogy mi magyarok ennek az országnak a lakói sokfélék vagyunk, sokfélét gondolunk, és olyan jogállamra van szükségünk, amely ezt a sokféleséget figyelembe veszi, tekintetbe veszi, érvényesíti, és mindenkit, aki Magyarországon él, hagy a maga módján élni, a maga módján gondolkozni, a maga módján rendezni be a saját életét, legyen konzervatív, liberális, hívő, ateista, meleg, kisebbséghez tartozó, roma, bármi, ki a maga módján élhessen ebben a csodálatos országban. Örülök, hogy nagyjából fel tudtuk vázolni a lényegét, de azért annak, aki a részletekkel szeretne tisztában lenni, ajánlom a figyelmébe, mert nagyon szépen dolgozott Bauer Tamás, Alkotmányosság vagy Alaptörvényesség című cikkét az Élet és Irodalomban. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondtál.